Üdvözlök mindenkinek, Nekroklim vagyok. Hát igen, eljött ez a pont is az életemben. A PC Master rész neves képviselője. Vette, vettem egy konzolt, és öcsém, végre kipróbáltam egy, egy jó játékot. Azt a rohát, miről maradtam én le? Az elmúlt időkben Úgyhogy amint megvettem Ezt a PS4-et Hozzápótoltam gyorsan az Amazon Játékokat, amelyeket Amúgy is ki akartam Próbálni Csak úgy voltam vele, hogy PC Master Race Forever, nem, nem adom be a Derekham De végül beadtam És vettem egy konzolt, és most már biztosan tudom Hogy jövőre veszek egy PS5-öt Mert elkezdtem játszani Azon játékokkal, amit mindig is Élvezettel néztem Youtube-on, és élveztem az egészet, és ezek közül az egyik a Horizon Zero Dawn. Na most valami pletykák jönnek arról, hogy ez, ki, ez a játék kijön PC-re is, és ezzel a játékkal muszáj játszanotok. Ettől a ponton fogva, amiről beszélni fogok a videóban, az egy hatalmas spoiler alert lesz, szóval hogyha játszani szeretnél ezzel a játékkal, és most itt nem a témát fogom lelőni feltétlenül, hogy valami, de belemegyek a témába. Úgyhogy ezzel a játékkal szeretné, szeretnél, játszani, és iszonyatosan kíváncsi vagy a történetére ennek a játéknak, ezt a videót itt most kapcsolt ki. Ha csak úgy a gameplay miatt vagy kíváncsi, akkor halál mindegy. Ö, mert ez a, ez a, játék mind a két szempontból jó, és, és várjál, mert még csak most kezdtem bele a God of War-ba, azt, azt, a kurva, pedig azzal, azzal, azért az már játszottam, mert ismerősömnek volt. ps 4 -e átmentem, kipróbáltam, de azt a kurva ez a mostani God of War. -t. Na jó, mm, téma lezárva, kicsit rátérünk a Horizon Zero dawn amit tényleg meleg szeretettel ajánlok embereknek, de nem arról szeretném, nem kielemezni szeretném a játékot, ezt már megtették nagyon sokan mostanáig, Azt, arról sem szeretnék beszélni, hogy mennyire jó ez a játék, hanem egy kicsit bele szeretnék menni az alap témájába ennek a játéknak, és feltenni nektek Amazon a kérdéseket, amik ott motoszkálnak bennem, és kíváncsi vagyok, igazán kíváncsi vagyok a ti válaszotokra, mert egy igen

Kérdés és arra való válasz fogalmazódott meg bennem, miközben játszottam el ezzel a játékkal. Eleinte azért szerettem volna ezzel a játékkal játszani, mert iszonyatosan izgalmasnak látszott a gameplay menet, az, hogy ilyen robot dinók, robotállatok vannak egy posztapokaliptikus földön, ahol valami történt az emberiséggel, és az egész gameplay, amikor annon néztem a trailereket, tr 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 illetve gameplayeket róla, ilyen izgalmasnak tűnt, de nem fogalmazódott meg bennem teljes mértékben, hogy mi szól a játék. Ugye azt, azt tudtam, hogy valami lett az emberességgel, amitől robotok lettek, ilyen robotállatok lettek a, a földön. Azt nem értettem, hogy miért egészen egy mesterséges intelligencia, mert sejtettem, hogy köze van hozzá, miért egészen robot állatokat fejleszt, és, és miért nem valami más, ami így öli az embereket. De aztán végül tisztává vált az egész kép, és Erről szeretnék nektek beszélni és föltenni a fő kérdésemet. Tehát vágjunk is bele, hogy értsük a koncepciót. Szóval, spoiler alert, ha nem játszott a játékkal, és a történetre vagy kíváncsi, akkor kapcsold ki a videót. Uh, szóval, ugye arról szól alapvetően a játék, hogy az emberiség megalkotott egy. Um, harci gépezetet, egy mesterséges intelligenciát, ami arra lett hivatott, hogy harci gépezetként szolgáljon ugye az embereknek. Na most feltalál ebben az egész programkódban felfedeztek egy hibát, ugye, ami azt okozta, hogy ez a harci gépezet, mesterséges intelligencia szerűség, ez elkezdje magát sokszorozni, öntudatra ébredjen, és elkezdje szépen kiirtani az emberiséget. Nem, hogy csak azért kiirtja az emberiséget, egyszerűen azért, mert biomasszával működött. Szóval a életben tartásához gyakorlatilag arra volt szüksége, hogy a földet és mindent, ami élő. Ez, ez még egész semmi extra, hogy bármelyik ilyen sci láttuk ezt az egészet. És ekkor a tudós nő, aki nem mellesleg tökéletesen úgy néz ki, mint a főszereplőnk, tehát van itt némi genetika is a dologban. A tudós nő, aki a központjában van a történetnek, felfede, illetve megalkot egy menekülési tervet az emberiség számára, egy kiutat, egy jövőt ad az emberiség számára. És mind ehhez arra van szükség, hogy mindazok, akik nem tudnak arról a te, erről a tervről, tehát mindenki más a világon, aki nem tud erről a tervről, azt higgye, hogy nagyon nagy tudósok valahol egy hatalmas titkos fegyvert fejlesztenek, amivel le lehet majd győzni ezt a mesterséges intelligenciát, aki felfalja a földet, nem kevesebb, mint két hónap alatt lakhatatlanná teszi a földet. Ezért az egyik admirális, az egyik hadsereg az egyik admirális a kieszelte ezt a tervet, hogy a hadsereg egy hatalmas fegyvert készít, amivel biztosan vissza fogják tudni verni a mesterséges intelligenciát, amiről kiderül, hogy egy teljes mértékű hazugság, mert a terv, amit a tudósnő tervezett, az nem egy fegyver volt, amivel visszaverhetik a, ezt, ezeket a gépeket, hanem egy másik mesterséges intelligencia, ami gyakorlatilag vissza lakhatóvá teszi újra a Földet, amiután ez a gép, ez a mesterséges intelligencia, ez a harci gépezet felfalta az egészet. Na most annak érdekében, hogy befejezzék ezt a mesterséges intelligenciát, ez egy nyolc kiválasztott ember, amely mindjárt rátérünk, hogy miből állt ez a mesterséges intelligencia, és miért 80 voltak. Annak érdekében, hogy be tudják fejezni a munkát időben, és hátráltassák a mesterséges intelligenciának, a, a gonosz mesterséges intelligenciának a fejlődését ezért kitalálták, hogy egy szupert fejlesztenek, és ahhoz minden ember segítsége kell, hogy fenntartsuk a robotokat, mindenki szálljon harcban. És így történt, hogy egy hazugság következtében kihalt az emberiség, mert mindenki harcolt a robotok ellen, de ugyanakkor azért halt ki az emberiség, hogy megszülethessen ez a mesterséges intelligencia, amelynek a szerepe az lett, ho, az lenne, hogy, hogy újraállítsa a Földön az egyensúlyt, és ezt úgy kell megtennie, ahogy ő jónak látja. Na most, ugye megcsinálták ezt a, ezt a mesterséges intelligenciát, és istenek, a görög istenekről nevezték el őket. És annak érdekében, mivel hogy ez a mesterséges intelligencia volt, is folyamatosan tanult, ugye, folyamatosan tanult, így aztán néha elbaszta a folyamatot an annak, hogy újra életet kreáljon a Földön, és ezért megalkottak neki egy kis switchet, amit HD-snak hívtak, ugye, hogyha netán valamit ez a fejlődő mesterséges intelligencia elrontana a Föld fejlődése során, újra teremtése során, akkor Hades fogja és törli az egészet, és újra kezdi. Tehát Hades, mint a háborúisten. Na de nem, ez csak úgy kiegészítőnek. A kérdésem a következő. Te vagy a nyolc tudós egyike, mert nyolc istenségről nevezték el a mesterséges intelligenciának különböző szekciót. Az egyik hivatott volt tartalmazni az összes emberi tudást, az egyik hivatott volt tartalmazni a állatainkat, egyik hivatott volt tartalmazni a génünket, és így tovább, és így tovább. És emellett, hogy megalkották ezt a mesterséges intelligenciát, Emellett létrehoztak egy baszott nagy űrhajót, amit Odysseusnak hívtak, és kilőttek az űrbe, mint az emberiség másik reményét. És úton útféle, hogy játszol a játékkal, találsz egy ilyen kis jegyzetet, hogy az Odysseus elbukott, felrobbant az űrben, és már csak ez a nyolc ember maradt ott. Tudva, hogy ezt tudnád, hogy az életed nem fog tovább tartani két hónapnál, le bármit, megtenné le bármit azért, hogy az emberiség túléljen. Nincs gyereked, nincs senkid. Te mégis kifejlesztesz egy mesterséges intelligenciát, hogy az emberiség jövőjét megtartsad. Ez itt a kérdés. Lenne-e benned annyi küzdés vágy, hogy megalkos még egy mesterséges intelligenciát, tudva, hogy mindenki meg fogod halni, aki ott van, tudva ezt, mégis ezt megalkatott, hogy aztán valahol, valamikor, amikor ez a mesterséges intelligencia újra alkotja a Földet, valahol, valamikor újra emberek járhassanak ezen a Földön. megéri -e ez neked? És hozzá még ez, ez hozzáadom a legnagyobb pofont a végén, hogy a végére, amire kijátszod a játékot, és és végre hozzáférné, hozzáférsz a mesterséges intelligenciához, kiderül, hogy mi a te szereped ennek ebben az egészben, és kiderül, hogy hogyan indíthatod újra ezt a mesterséges intelligencián, ugyanakkor kiderül az is, hogy az emberiség összes tudása, amit eddig összegyűjtöttünk, a leges legvésőbb pillanatban a játék egyik antifigurája, a leges legvégső pillanatban, mielőtt mindenki megtudta volna, hogy meghalnak, elárulta nekik, hogy kitörölte az összes adatot az emberiség tudásáról, csak azért, hogy az újonnan jövő emberek ne követhessék el ugyanazokat a hibákat. És a pofon rá, hogy ugyanazon hibákon mentünk keresztül, ugyanazon emberi viselkedés, a harc, a terület és a többi, Magától a természetes fejlődés is ugyanarra ment volna. És az a valaki a múltban kitörölte a teljes emberi tudás az megfosztva tőlünk, vagyis megfosztva a jövő emberét a tudástól, és visszaküldött, ezért küldött vissza mindenkit a, a gyakorlatilag ugye a, a kőkorszakba, csak a rég, régre fennmaradt technológiát használtak az emberek. Megérnie neked? küzdené e az emberiségért? Mindezeket tudva. Küzdeni az emberiségért tudva, hogy már csak ti vagytok nyolcan a bolygón, mert az űrprogram is elbukott. Küzdenéle e az emberiségért ezért. Hogy, hogy hát jó, lehet, hogy egyszer lesznek emberek. És az a legdurvább, hogy nem tudhatod a játék során, hogy hádész, mivel hogy nem sikerült a mesterséges intelligenciának hogy újra a földet, Hades hányszor vajpolta le az egészet? Mert az egész játék során végül Hades ellen küzdesz, mert hogy úgy, Hades úgy gondolja, hogy megint elbukott a mesterséges intelligencia abban, amit alkotott, és Hades úgy gondolja, hogy ezt megint le kell törölni a felszínről, és újra kell kezdenie a mesterséges intelligenciának, hogy megmenti a bolygót, ugyebár. És, és ez, a, ez, ez, a legdurábban, benne, de végül ugye győzünk, de hádész nem pusztul el, hoz történet ugyebár, és végül ugye győzünk, és a, 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 te, az a generáció, akivel játsz, az még generáció megkapja az életet, és élhet. Hát gyerekek, ennyi, ennyi lett volna. Egy, el, szerintem mindenki azt mondta anno erről a, erről játékra, hogy ez nem, hogy ez, ez a játék átlagos témájú meg hogy, hogy jó fogadtatás kapott, de nem hype kapott. De egy jó fogadtás is kapott, és mindenki azt mondta, hogy kiszámítható a téma, és őszintén gondolom, aki ezt mondta most az tutira nem játszotta ki, és nem olvasott el egy jegyzetet se, ami, ami oda le volt írva a és egyszerűen nagyon okosan ki van találva, és bennem rögtön felmerült ez a kérdés, hogyha tudom, hogy meghalok két hónapon belül, mert hogy a föld lakhatatlanná válik, a levegő is elfogy onnan, akkor akarnám-e, értelme lenne -e annak, hogy reményt adjak a jövő emberének. Mert hogy miattam, de mert hogy már tök mindegy, a bolygó halott lesz. Szóval, ja, érdekes, nem tudom, nem, őszinte nem tudnám megmondani rá a választ, nem tudom, hogy, hogy mihez kössem ezt a választ, kíváncsiuk a ti válaszatokra. Nagyon köszönöm a figyelmet, ha élvezted a videót, köszönöm, szép iratkozz fel, sziasztok!